Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és megint hozok egy témát, remélhetőleg érdekeset, egy olyasmi dolog, amit hát nem lehet elkerülni, mert van, létezik, és néha kell róla beszélni, de előtte jöjjön a privát farkasom, nézzétek meg, de gyönyörű szürke, kékszemű, még nem láttam a szemét, de tudom, hogy kékszemű, annyira nem is privát, mindenkinek elérhető. Ha szépen fogod magad és kiadsz érte nem tudom hány eurót, de 1,70 fontba került. Egy új skin, egy új készlik, ahogy tetszik. A lényeg az, hogy a kutyádból farkast varázsol, és osszatod, nézzétek meg azt az agresszív támadást. Oh, ez volt az én farkasom. Igen. Nos, ja, jól néz ki. Azt meg kell hagyjam, hogy így azért egy ilyesmi pénzt kell kérni bunkóságnak, de hát mennyi pénzt csinálhattak ebből? Ebből csak képzeljétek el, 1,70 font, és megveszi ezt 500 ezer ember. Na mindegy, hamarosan kijön az új DLC PC-re és Xbox One-ra, már kint lesz 28-ától, fogunk majd arról is beszélni, kicsit elkeseredett vagyok. Hogy állítsátok be a farkast, rámentek Create a Soldier, nyomtok végül egy F2-t, és ott van, hogy Guard Dog, továbbá ott beállítjátok, hogy Wolf. Ennyi lenne a nagy beállítás, hogy hogyan legyen farkasotok, ha esetleg úgy döntenétek, hogy megvásároljátok. Na, ennyit a farkasról, hurrá, nagyon jó móka. Rá is térnek igazából a témára, hogy miről szeretnék én itt most ugye beszélni, a tehetség kérdése, és igen, arról fogunk beszélgetni, hogy mi számít tehetségnek. Bocsánat, kicsit javítok a dolgon. Szubjektív szemszögből, tehát szerintem én hogy gondolom, hogy mi számít tehetségesnek, tegyük fel Call of Duty-n belül, vagy úgy általánosan FPS-en belül, vagy játékokon belül, ahogy tetszik. Tehát ezen belül én hogyan látom, hogy mi az, hogy tehetség és tehetség kérdése. Mert ugye az emberek születnek tehetséggel, egy bizonyos tehetséggel a dolgokhoz, és van akinek jut, és van akinek nem. Ismerek mind a két fajtát, van ismerős nagyon jó barátom, akiről elmondhatom, hát annyira nem tehetséges az FPS shooterekért, és sokat dolgozik azért, hogy menjen neki a játék, és viszont ismerek olyat, például Mévri kollégám, akinek iszonyatos tehetsége van, és nagyon jó látáspontja az FPS shooterekhez, bármelyikhez gyakorlatilag, és iszonyat gyorsan alkalmazkodik az új környezethez, és nagyon jó meglátásai vannak, és az igazság, hogy igen, ezzel születni kell egy bizonyos szempontból. Nos, de beszéljünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy Call of Duty-ban első légy, például Call of Duty-ban első légy. Ugye régóta Call of Duty-zom, úgyhogy arról fogunk beszélni, hogy Call of Duty-ban mi kell ahhoz, hogy első legyél. Még mielőtt elmondanám a választ, szerintetek mi kell ahhoz, hogy első legyél Call of Duty-hoz, és most akkor jöjjön a válasz. Én úgy vettem észre, így a Call of Duty alatt, hogy gyakorlatilag a Call of Duty az ahhoz, hogy első légy, nem kell semmi több, nem első, benne légy az első háromban. Semmi több nem kell, mint hogy 3 killstreak. Szóval, ha TDM-et játszol végképp, tehát lehozol 3 killstreaket, meghalsz, lehozol 3 killstreaket, meghalsz, lehozol 3 killstreaket, meghalsz, és előbb-utóbb ott találod magad az első háromban. Ha Domination-t játszol, például akkor igyekezz elfoglalni egyszer-kétszer ezt a zászlót, hogy fenntarts magad az első háromban, mert úgy, de a killek annyira nem számítanak, de tegyük fel mondjuk, ha 5-öt megölsz Domination-ben, ugyanott vagy az első háromban, de 3 killstreak szükségeltetik ahhoz, hogy Call of Duty-ban első légy, gyakorlatilag mindegy, hogy melyik Call of Duty-ban 3 killstreak az megoldja gondolat. Ezért, tehát azt hiszem mindannyian talán megegyezhetünk abban, hogy ahhoz, hogy első légy Call of Duty-ban, az nem skill és nem tehetség kérdése igazából. 3 killstreaket bárki le tud hozni, tehát ha azt gondolod magadról, hogy te nem tudsz lehozni 3 killstreaket, akkor nagy butaságot követsz el, mert le tudsz hozni 3 killstreaket. De ugye mégiscsak van egy pont, amire azt mondjuk, hogy tehetség, és még mindig nem vagy tehetséges, hogyha mondjuk 10 meccsen keresztül tartod az első helyezettet. Ezek az én szubjektív gondolataim, megint hozzáteszem, szóval ki mit gondol a tehetségről, az a saját véleménye, szeretném, ha megosztanátok ti is, hogy gondolkodtok ezzel a témával kapcsolatban, szóval én azt mondom, hogy elsőnek lenni Call of Duty-ban ahhoz nem kell skill. Még igazából sokszor ahhoz sem kell, hogy lehozz egy killstreaket. Egy magasabb killstreaket igen, mert tudom már azért kellenek meglátások és különböző dolgok, de még az is elérhető az úgynevezett
most sok gyakorlással, mert előbb-utóbb annyira benne leszel, benned lesz a játék, hogy bármit meg fogsz tudni oldani. Ám van egy pont, amiről én elismerem, hogy egy ember tehetséges, mint például a Maverick kollégámról el tudom ismerni, hogy ő tényleg az, és nagyon tudja a dolgokat, szóval, ja. Egy pont, amire azt mondom, hogy igen, hogy ez az ember tehetséges, még akkor is merem annak nevezni, hogyha a játék végén olyan stattal ér ki, hogy 5-30. Az lehet, hogy azért lesz így, mert nem ismeri a pályát, a játékot annyira, de viszont amikor játszik, a meglátásai és a helyzethez való alkalmazkodása, gyors alkalmazkodása és megoldása az, amit én tehetségnek szeretek hívni, hogy úgy mondjam. Szóval az, hogy 150 órát játszol egy nap, és lehozol minden kisztriket, és minden az azért van, mert rohadt sokat gyakorolsz. Ám, hogyha ezen belül még olyan meglátásaid és megoldásaid is vannak a pályán, ami ki tud emelni a többiből, ami különlegessé tesz, na akkor mondom én azt valakire, hogy tehetséges. Szóval az számít, én úgy gondolom, hogy az számít skillnek, és van egy szomorú hírem azért, mert nem minden ember születik tehetséggel, és éme jöjjön a jó hír a szomorú hírben, hogy no para, mert meg lehet tanulni a dolgokat. Soha nem leszel olyan, mint az az ember, aki ilyen csiszolatlan gyémánt, aki így születik, és már így valahogy látja és érti a körülötte folyó dolgokat, de viszont a pont az, hogy meg tudod tanulni az egészet, tehát hogyha nincs hozzá annyira tehetséged, két dolog áll föl. Megfontolod, hogy választasz egy másik játékot, amihez esetleg lesz, vagy abba hagyod a játékot, azon legyen három, vagy elkezdesz tanulni. Szóval rakhatok föl még 5000 videót, hogy én hogyan játszom és gondolkodom, de nem fog neked semmit se igazából segíteni, leszámítva egy-két szempontot, hogyha nem kezdesz el gyakorolni, és tenni-venni a dolgokat, hogyha úgy érzed, hogy neked kevésbé van tehetséged ehhez a dologhoz. A szörnyű az egészben az, hogy az a tehetséges ember, akit úgy nevezünk, hogy csiszolatlan gyémánt, gyakorlatilag, az is elkezd tanulni egy idő után, és mindaz a skill, ami összejön azzal, amivel ő született, amivel ő hirtelen meglátja a dolgokat, és alkalmazkodik a helyzetet, ha még párosul azzal, hogy meg is ismeri a pályát és a dolgokat maga körül, akkor születnek meg azok a statok, amiket így nem bírsz elhinni, és azt mondod rá, hogy VH-zik, mert hogy 50-et ölt és 5-öt halt. Szóval, ja, például Maverick valamikor, annak, amikor sokkal többet játszott, ő egy ilyen játékos volt. És így csodálkozom, hogy az Istenbe csinál, aztán rájöttem, hogy olyan meglátásai vannak bizonyos helyzetekben, ami gyors alkalmazkodást igényelne, de sok ember nem bírja követni, amit ő tud csinálni. És ettől válik valaki különleges és tehetségesé, én így gondolom. Nos, azt hiszem, nagyjából elmondtam, hogy mi van. Tehát, hogyha egy ilyen definíciót akarnék mondani a tehetségre, akkor nem az számít, hogy milyen teljesítményt nyújtasz a játékban, hanem az számít, hogy milyen meglátásaid vannak, és mennyire gyorsan tudsz alkalmazkodni a helyzethez. Sajnálatos módon ez nem adatik meg mindenkinek. A jó hír az egészben, hogy tudsz rajta javítani kurvasok gyakorlással, és gyakorlással, és tanulással, és figyeléssel, mert csak úgy tud egy kevésbé tehetséges ember utolérni azt, aki gyakorlatilag természetétől fogva jobb meglátásai vannak a pályán. Sokszor ugye az a baj a tehetséges emberekkel, hogy lusták, és nem hajlandók fejleszteni a tehetségüket, és megmaradnak mindig egy bizonyos szinten, és itt kerekedik felül a tudás, amikor már többet tudsz, mint az a tehetséges helyzethez tudsz alkalmazkodni, és akkor fogod tudni egyedül legyőzni azt. De hogyha az a tehetséges ember, aki fölismeri, hogy neki ez megy, és még hajlandó tanulni, és ez gyakorlatilag megállíthatatlan
lesz, és azt hiszem nem csak játékról beszélhetünk ezen a téren, például sportban is, vagy akármiben, amit csináltok életetekben. De én azt mondom, hogy igyekezz megtalálni azt a játékot, amihez úgy érzed, hogy értesz, anélkül is, hogy megtanulnád. Ha már kezdett kapizsgálni, gyorsan alkalmazkodsz a helyzethez, ott már valami adódik és akad, és a gyors helyzethez való alkalmazkodás egy kis segítség hozzá, az, hogy pedig leküzdöd a félelmedet, mert mindenkiben motoszkál az, hogy ezt kéne csinálni, érzem, hogy ezt kéne csinálni. Hallgass arra az ösztönre, arra az érzésre, mert az, amit úgy hívunk, hogy a szikra, a tehetség, az ösztön, ami munkál benned, az a hatodik érzék. És ez azért fontos például egy Call of Duty-ban, mert a reflexed azért is tud gyors lenni, mert meghallgatod azt az ösztönt. És azok az emberek, akiknek van tehetsége, az azért is van, mert meghallgatják ezt az ösztönt, és figyelnek rá, nem direkt, ösztönösen, figyelnek rá, és ettől lesznek jók. Amúgy figyeljétek a játékot, gyakorlatilag három keystrike-eket hoztam le, és benne vagyok a másodikba. Szóval a lényeg az, hogy ez tudatosan úgy fejleszthető, hogy figyelsz, és megmered lépni. Fontos, hogy megmered lépni azt, amit az ösztönös sugal, és azt hiszem itt a lényeget elmondtam a kevésbé tehetséges embereknek. Merd meglépni azt, amit az ösztönöd sugal. Nos, ennyi lett volna. Remélem érthető voltam abban, amit mondtam. És ha gondoljátok, beszélhetünk még erről a témáról bővebben is. Hagyjátok ott, vitafórum indulhat ki, mint gondol a tehetségről. Köszönöm a figyelmet, Nekroklin voltam, sziasztok!